Begördül az új kis busz Murgára. A Magyar Falu program pályázatán elnyert eszközzel látják el a tanyagondnoki feladatokat mostantól. A helyiek egyből megnézték, mennyire kényelmes ezzel utazni. Milyen volt? Jó volt. Felk Márton a település vezetője azt mondja, az 52 lelkes faluban létfontosságú, hogy legyen egy olyan közlekedési eszköz, amivel meg tudják oldani a helyiek szállítását. Murgának nagyon nagy szüksége van erre a buszra, hiszen kis település vagyunk, semmiféle intézménnyel, tehát nem rendelkezünk. Ugye közös hivatal, zombai közös hivatal, kis települések mind közös hivatalokban látják el a önkormányzati feladatokat, illetve hát kereskedelmi egységünk sincs sajnálatos módon, egy mozgóbolt, ami működik naponta, de ezzel a busszal meg tudjuk oldani az embereknek a bevásárlását. Heti egy alkalommal van orvos a településen, de a környező településeken minden nap rendel, így ez is megoldott ez a dolog, illetve hát ha az embereknek másra van szükségük, más bevásárlásra, nagy bevásárlásra, akkor el tudjuk jutatni a nagyobb bevásárlóközpontra, akár a piacra is, ugye tavasz folyamán, amikor kezdődik a kiskertekbe a munka. A település vezetése az előző erre a célra használt kis buszt Madéfalvának Bonyhád testvértelepülésének adományozta. Filóné Ferenc Ibolya, a Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnöke azt mondja, nagyon örül, hogy az a Székely településre kerül majd. Bízom benne, hogy Madéfalva nagyon jó használt veszi, és jó szíve fogják fogadni. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadón kiemelte. A kormány célja a Magyar Falu programmal nem más, mint az 5000 fő alatti kistelepüléseknek való segítés, és az, hogy mindenhova jusson forrás. Nagy pályázatokra legtöbbször nem tudják beadni a jelentkezésüket, hiszen nincs akkor a fejlesztendő, megvalósítandó feladatuk, mint mondjuk egy kisvárosnak vagy egy nagyobb településnek. Sokszor olyan célokat jelölnek meg, amit mi próbáltunk a pályázati rendszerbe is visszahozni, ami nem egy különleges dolog, járdafelújítás, útfelújítások, a községi hivatalnak a rendbetétele, orvosi rendelőknek a rendbetétele, gyermekorvosi rendelőnek a rendbetétele, a falusi művelődési házak, kultúrotthonoknak a felújítása. Ez pedig már Grábóc. Ők is nyertek egy kis buszt a Magyar Falu program pályázatán. 8 plusz 1, és akkor van hozzá gyerekülés, ha véletlenül olyan helyzetbe kerül az ember, akkor azt is tudjuk igénybe venni. A 181 lelkes faluban szintén fontos ez a közlekedési eszköz. A buszjáratok ritkák, a településen pedig csak egy kisbolt működik, mondja a polgármester. Bízok benne, hogy maximálisan ki fogjuk tudni használni, mert a falunak a lakossága elég időskorú. Grábóc közel 15 millió forintot nyert erre a járműre a Magyar Falu program pályázatán. Az egyik sláger témája, vagy pályázata a falu programnak a kisbuszoknak a beszerzése, elsősorban falugondnoki szolgálatok ellátására. Ez azt jelenti, hogy főleg az időseket tudják kiszolgálni ezekkel a gépjárművekkel a települések, el tudják őket vinni, akár bevásárolni orvoshoz, patikába. Potápi Árpád János körzetébe tartozó 58 település közül 56 jogosult arra, hogy pályázzon a Magyar Falu program forrásaira. Az elmúlt több mint két évben 2 milliárd 400 millió forintból hajtottak végre fejlesztéseket Tolna megyében.